Szép estét kívánok! Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a székesfehérvári királyi napok a koronázó város legjelentősebb ünnepség sorozata. Hetek óta tartanak az előkészületek. Körülbelül a kezdés előtt 24 órával vagyunk. Nézzük meg, hogy hogyan állnak az egyes helyszínek. Városi perpatvart, középkori forgatagot ígér a Szabad Színház a következő napokra. Nagy Judit az Art Café vendége volt. Történelmi kavalkád néven tulajdonképpen Szabad Színház kezdeményezésére indult az a program, ami a jelenlegi koronázási ünnepi játékoknak az elődrendezvénye volt, ha így tetszik, és hát még előtte is voltak hasonló történelmi rendezvények, mint például a királyi esküvők, amelyben éppen Krisztával dolgozhattam együtt, nagyon jó volt és nagyon klassz volt, azt is nagyon szerettük, úgyhogy tulajdonképpen kezdetektől benne vagyunk ebben, és én nagyon pártolom ezt, hogy a székesfehérváriak bevonásával a székesfehérvári lakosok és az újonnan betelepültek visszatanításával, a várostörténet visszatanításával olyan közösségi élményt teremtsünk, amely az ide látogató turistáknak is felejthetetlenné válik. Ez egy tulajdonképpen egy megélt városi perpatvar, egy piaci perpatvar forgatag. Ezzel az a célunk, hogy egy kicsit bevonó módon élményszerűvé tegyük az emberek számára azt elképzelni, segítsünk elképzelni, hogy milyen lehetett egy középkori városnak a képe. Nálunk is lesznek bevonó jellegű játékok, gyerekeknek mindenféle középkori játék. Ezeknek tényleg utána néztünk, és nekem már nagyon szép könyvtáram van a középkorból is, nem csak az ókorból, hogy milyen játékok voltak akkoriban. Ezen kívül hát kihagyhatatlan, ugye a vizes VB aktualitása, egy vizes boszorkányúsztatás, az mindenképpen egy boszorkány utóválogató, vizes VB, az feltétlenül lesz az idén. Hogy tudtátok kitalálni ezeket a dolgokat, hiszen minden évben jön valami Fertő Laci, megvizsgálja az embereket, és hát tényleg annyi minden érdekesség, látványos dolog van. Ilyenkor összeültök a Szabad Színházas csapattal, vagy hogy néz ki ez az ötletelés? Ennek tulajdonképpen egész évben készülünk ilyesmikre, meg hát ahogy utazgatunk, mindenhonnan összegyűjtjük a hasznos elemeket.
Hát én egyébként az egyetemen tanítom is a társadalmi innovációkat. Épp most hozta meg a postás, most jelent meg erről egy könyvem, majd szeptemberben lesz egy könyvbemutató is. Tehát alapvetően gyűjtögetem a jó ötleteket, és mindenki. És akkor, ha látunk egy jó darabot, vagy egy tárgyat, egy használati tárgyat, vagy egy ruhadarabot, vagy akár egy ötletet, akkor mindig benne van, hogy ebből, hú, de jó lesz ez majd, ezt tegyük el, mert ez jó lesz nyárra, vagy a középkorba, vagy ide-oda. Tehát én akárhol járok, akkor mindig eszembe jut, hogy ez az ókori interpretációhoz, vagy éppen a fehérvári középkori játékokhoz illene, és akkor én ezt mindig elteszem, megírom, lefényképezem, hát valamilyen formában feldolgozom, hogy ne felejtődjön el. Nagyon sok új dologról, újdonságról esett már szó, de mondhatjuk azt, hogy magának a székesfehérvári királyi napoknak is idén nagyon-nagyon sok új eleme lesz. Igen, minden évben, ahogy a fehérváriak is tudhatják, változik a királynapok időpontja. Ugye augusztus 20-ához igazodunk, nagyjából augusztus 20-a környékén fejezzük be a királynapokat. Ez most pontosan így is lesz, hiszen vasárnapra esik augusztus 20-a. Augusztus 11-ével kezdünk, így pont két hétvége esik bele ebbe a fesztivál sorozatba. Úgyhogy az első hétvégén, 12 és 13-án fogunk egy népművészeti fesztivált rendezni, ahol belakjuk a belvárost. Közel 100 néptáncosunk és népzenészünk lesz itt, akik bemutatják, hogyan éltek annak idején az őseink, hogyan mostak mosógép és centrifuga nélkül, hogyan zajlott egy legénybúcsú, hogyan zajlott egy népi lakodalom. Ugye ezt mindent meg lehet majd itt nézni ezen a két hétvégén. Ami még újdonság, és szerintem nagyon sokan érdeklődni fognak iránta, augusztus 12-én a Mozdulatlan Legendák, az Albaréki a Táncegyüttes rendezésében, ugye eddig színpadi körülmények között valósult meg zárt térben, most ezt kihozzuk az utcára. Négy helyszínen, négy különböző tételt fogunk bemutatni, vagyis hát a néptáncosok fogják bemutatni. Ugyanúgy a Juditék és a Szabad Színházzal közreműködnek, hagyományőrző katonáink is lesznek, és az elmaradhatatlan gólyalábosok fogják irányítani a tömeget. Akkor ez is egy ilyen első dolog, hogy együtt működtök? Igen, mi a történelmi kavalkád első évében egy nagyon fontos kulturális innovációt fejlesztettünk. Ez tulajdonképpen az élőképes krónika, ez egy interaktív idegenvezetés, eljátsszuk a város történetét. Gyakorlatilag animáltuk az Augsburgi képes krónikát, és az eredeti helyszíneken a város történetéből 6-7 perces gyerekek számára is érthető derűs történetekben megfogalmazott részleteket mutatunk. És hát ezek az emblematikus történetek megihlették a táncosokat is, és tulajdonképpen a Mozdulatlan Legendákban a legfontosabb képek, vagy azok az alappillérek, amelyek a város különböző korszakait megmutatják, azok azonosak, azok a történetek, mint amiket mi feldolgoztunk az élőképes krónikában. És hát ezt ismerte föl az idén a majoros testvérpár, hogy milyen jó volna, hogyha mi ezt eljátszanánk, ők meg eltáncolnák. Tehát, hogy ezeket a város történeteinek, ezeket az emblematikus részleteit, a koronázást, a Mátyás király esküvőjét, a Varkocs kizárását, illetve a reformkori Petőfi történetet fogjuk megmutatni. A színház, illetve a táncművészet eszközeivel. A Mozdulatlan Legendák című előadás négy helyszínen lesz majd látható itt Székesfehérváron. Most az egyik helyszínen állunk, itt a Varkocs szobornál. Majoros Róbert művészeti vezető beszél a részletekről. Ami az Albarégi a Táncegyüttest illeti, ugye szombati nap lesz a Mozdulatlan Legendáknak egy olyan érdekes bemutatója, amit már a közönség ugye ezt a műsort láthatta a Vörösmarty Színházban, de most egy nagyobb fába vágtuk a fejszínket, és kihoztuk ide a megfelelő szobrokhoz az egyes tételeket. Tehát négy helyszínen fogjuk ezt a Mozdulatlan Legendák című táncjátékot bemutatni, és azon kívül, hogy nyilván táncjátékról van szó, ezt most egy kicsit megfűszereztük más
szereplőkkel is. Így a Szabadszínház színészei fognak különböző jeleneteket a korhoz megfelelően előadni, illetve a Magyar Kardforgatók rendje fog a maga viseletébe és harcászati bemutatójával közreműködni, illetve amit tudni kell, hogy a közönség az egyes helyszínek között el ne tévedjen, és nehogy másfele menjen. Gólyalábasok lesznek azok, akik az egész ceremóniát végigvezetik, és a közönséget egyik helyszínről a másikra átvezetik. Közben a szokásos módon, ők interaktív módon be fogják vonni a közönséget, de ez az interaktív dolog, ez vonatkozik majd a egyes helyszíneken a táncra is, tehát ki lehet próbálni a reneszánsz táncot, ki lehet próbálni majd egy kicsit a reformkori magyar nemzeti táncunkat. Úgyhogy elég izgalmas program lesz ez. De tulajdonképpen mindennek az alapját a mozdulatlan legendák adja, és akkor azokon a helyszíneken kerül ez előadásra, ami annak idején téged, mint koreográfust inspirált? Igen, ez még abban az időben, amikor elindult, ez ilyen álmom volt, hogy legalább a reklám filmbe vagy egy plakáton milyen jól mutatna az, hogy a megfelelő szobroknál a viseletébe ezek megjelen, akár egy fotó erejéig. Viszont most ez ténylegesen a Varkocs, például a Varkocs szobrot úgy kell majd elképzelni, hogy a színpadba beleszépítve, tehát közöttünk ott fog állni a Varkocs szobor. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Úgyhogy a másik dolog, hogy az, hogy interaktív legyen ez a dolog, ez rögtön az első pillanatban kiderült, úgyhogy azért is gondoltam, hogy a Szabad Színháztól kezdve ezeket a társaságokat belevonjuk. És hol csatlakoznak bele a legkisebbek? Hiszen Gergő sem véletlenül ül itt. Igen, a Gergő a Pulutyka csoportnak a tagja, és mindjárt át is adom a szót. Ők az egész gyermek, vagy a Népművészeti Fesztiválnak a zárásaként egy gála műsoron fognak bemutatkozni, és azon kívül, hogy nyilván a fehérvári vonatkozású Pulutyka csoport megmutatkozik, még lesznek meglepetések, ezt majd később akkor elmondom, hogy mi. Gergő, hol tartasz a felkészülésben, illetve milyen várakozásaid vannak? Hát tegnap volt egy próbánk reggel. De ez természetes, azért elég sokat próbáltok ti a Plutykával, nem? Hát igen, most volt egy kis szünet, de így most már kezd visszajönni megint ez a próbák. Szerintem már nagyon hiányzik egyébként az összes fiúnak, lánynak ez a dolog, már most tényleg volt egy kihagyás, de én bízom benne, hogy hamar elő fog jönni belőlük az a tudás, amit itt az évközben megszereztek. Minden idők leghosszabb szövegkönyvével kell, hogy megküzdjenek a színészek, 8 napjuk lesz egyébként a próbára. Augusztus 18-án lesz először látható a koronázási szertartás játékok. Az idei játék 30 jelenetből áll, abból 10 a kifejezetten szakrális, a koronázási szertartás, mint a bemutató jelenet, 20 pedig az a fajta féltörténelmi fikció, amelyel az egyes, most éppen harmadik Béla életét fölelevenítjük, és az az 1-2-3 arányhoz, szerintem ezt meg is tartjuk később. Tehát egyre nagyobb teret hasít ebben a történetben az adott király személye. Ezek a királyok ki szeretnének jönni a betonsilóból, a lehorganyzott ládákból, és rajtunk kereszt, mint médiumokon keresztül bebocsátást kérnek a város jelen valóságába, és mi tulajdonképpen médiumokká váltunk ebben az ügyben, és mi engedjük ezeket a királyalakokat föltámadni, és a nemzeti emlékhelyen közösen játszani. Az élő történelem óra akkor itt is kifejezetten egy ilyen igaz megállapítás. Amennyiben majdnem egy éves tudományos előkészület előzi meg minden egyes szertartási játék szövegkönyvének létrehozását, igen. Amennyiben merünk elszakadni és a művészet eszközével ábrázolni bizonyos történelmi összefüggéseket, azonban nem. Én ezt mindig úgy mondom magam, mint az ember, mint egy bányász ilyenkor, a kis pici kis fejlámpájával hasmán csúszik a bányában, és azt a pici kis részt megvilágítja a fejlámpa, amit éppen lát, jobbra-balra, hátul meg a teljes sötétség. A lányoktól már ugye megkérdeztem azt, hogy ilyenkor mire jut idő az utolsó etapban a visszaszámlálásban. Na nálatok, ilyenkor hogy néznek ki az utolsó pillanatok? Most ugye már a főpróbáról rohantál ide hozzánk, de ilyenkor mire van idő?
Ez a leghosszabb, az elmúlt 5 év leghosszabb szövegkönyvét hoztuk létre Szikora Jánossal, és az elmúlt 5 év legkevesebb próbaidőszaka elé nézünk, és az elmúlt évek leghektikusabb nyara van alattunk, felettünk. Tehát azt számoltuk, hogy ha Jóisten megsegít bennünket, és mind a 8 próbanapot, ami rendelkezésünkre áll, vegy tisztán, azt színházművészettel tudjuk kitölteni, akkor rendben vagyunk. Ha itt a Jóisten bennünket megpróbál és szupercellákkal kísért meg, akkor érdekes próbaidőszak elé nézünk. A hektikusságot említette a János, ilyenkor mire tudtok felkészülni, illetve hol tudnak értesülni majd az utolsó pillanatig, gondolom kitartotok, mint ameddig lehet? Próbáljuk nyilván bebiztosítani magunkat, ez pedig az, hogy nyilván a meteorológiai szolgálattól kérjük az információkat. Egyelőre nem tudunk védekezni, hogyha akar jönni ez a bizonyos eső, akkor jönni fog. De azt gondolom, hogy az utóbbi 3 évben egy olyan folyamatnak lehetünk a részese, hogy tényleg nagyon jó a kommunikáció a városban. Tehát aki tényleg követője a székesfehérvár.hu oldalnak, vagy ennek a Facebookjának, vagy akár a KFT-nek, akár a színháznak az oldalát követi, sőt kiemelném a teleélettel.hu oldalt, hiszen ott minden programért értesülhetnek, akkor miért ezeken a felületeken el fogjuk érni a közönséget. Én azt gondolom, mindenkinél itt van a telefon, és nyilván hogyha rákeres, hogy éppen most ez a műsor az lesz, vagy nem lesz, akkor ezt meg fogja találni, de egyébként a színpad mellett lesz egy LED fal, tehát ott azon aktuális információkat fogunk közölni, tehát hogyha van időjárás változással kapcsolatos műsorváltozás, akkor azon is értesülhetnek a nézők, és hát abban reméljük, hogy az emberek egyrészt ismerik egy mást a városban, más is megszólítják egymást, és esetleg segítenek is egymásnak, de ha ez nem, akkor mi felkészülünk 80 önkéntessel, akik itt vannak a városban, és mint futó tűzként az eső szelét tudják hírul adni egymásnak, illetve hát a kedves közönségnek. Vagy hát ugye a B-verzió a kánikula, amikor meg vízosztás kell, meg akkor más miatt lesznek általában rosszul az emberek. Krisztával pont ezt beszéltük, hogy a kánikula se jó, de azért mégiscsak jobb, mint az eső meg a hideg. Azért ott ülni, de azért ott ülni egy esőben, amikor tényleg, és nem is a pénzről beszélem, az energiáról, tehát ez a rengeteg gondolat, ez a rengeteg ötlet, amit meg fog valósulni, akár a nemzeti emlékhelyen, akár az utcán, tehát ezeket nem tudjuk semmilyen formában sem kárpótolni, sem pedig helyettesíteni, tehát ahogyha zuhog az eső, és itt ülünk a kapualjakba, és várjuk meg, nézzük, hogy jaj, de jó annak, aki mondjuk most otthon van, de várjuk őket vissza, az a legrosszabb. Hát inkább meleg legyen. A visszaszámlálás tehát megkezdődött, holnap este 8:30-kor kezdődik a programsorozat itt Székesfehérváron, amely majd 10 napon keresztül tart. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!